Az ezüst vasárnapi műsort a Szeremlei Református Dalos Kör kezdte, akik az örömhöz kötődő énekekkel készültek erre az alkalomra. A harmadik, azaz az öröm vasárnapján Varga György, Szeremlei Református lelkész osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel. Kiemelte, a bűnbánat gyertyái közé azért kerülhetett az öröm gyertyája, mivel az igaz, hogy csak bűneinket megbánva készülhetünk fel a karácsonyra, azonban csak az öröm teheti meg hitté az ünnepet. Mindenféleképp azt üzenem nekik, hogy tudjanak örülni. Tudom, hogy ez nem könnyű, mert nagyon sok kihívást hoz a karácsonyra való készülődés, de ha van idő a megállásra, az elcsöndesedésre, a lélek ablakának megnyitására, akkor bizonyos vagyok afelől, hogy az öröm is megélhető lesz. Az óriás koszorú harmadik rózsaszín gyertyáját Kálmánné dr. Bari Bernadett gyújtotta meg, akinek egy kis segítsége is akadt a műveletben. Én a karácsonyi készülődésben azt tartom a legfontosabbnak, hogy ebben a mai rohanó világban próbáljunk egy kicsit elcsendesedni, egy kicsit egymásra, egy kicsit a családra figyelni, és ne az legyen a legfontosabb, hogy minél több ajándék kerüljön a fa alá, hanem az, hogy a szeretteinkkel töltsünk minőségi, hasznos időt. A szervezők ezen a napon is teával és forralt borral várták a résztvevőket. A karácsonyi készülődés pedig ezen a héten tovább folytatódik. December 23-án fellobban a negyedik, a szeretetet szimbolizáló gyertyalángja. Ezt követően a betlehemi szeretetlángot is átadják a térség polgármestereinek. Az adventi gondolatokat akkor Schindler Mátyás, római katolikus plébános tolmácsolja majd. A Simply the Brass Quintet pedig egy különleges karácsonyi műsorral készül erre az alkalomra.